A környezetvédelmi ismeretek szakmai tantárgyi versenyének a második fordulóján van túl Karucka Adrien, az iskola 12. évfolyamos hallgatója, aki ezzel bent van az országos döntőben. Az első forduló az egy elektronikus verseny volt felületen, online felületen, a második pedig egy írásbeli forduló volt Szolnokon, és most pedig szintén Szolnokon lesz a döntő, amely szóbeli lesz, erre készülünk most jelen pillanatban. A megadott követelményeket, a témaköröket még újra átnézik addig, hiszen ez nem egy szokványos verseny. Van egy fajta követelmény, amely ugye országosan közölve van az oktatási hivatal által, és a követelményrendszer alapján készülünk, mintha egyébként egy érettségi lenne, csak az, mi azt gondoljuk, hogy ennek a, igaz, hogy középszinten van a verseny, de a középszintnek is a legfelső szintjén találkozhatunk feladatokkal, témakörökkel, és igazából mintha egy érettségre készülnénk, csak gőzerővel. A versenyen a környezetvédelemtől kezdve az újrahasznosításig, a megújuló energiáig nagyon sok dologra kell figyelni. A környezetvédelemnek a területeit átöleli ez a verseny, illetve mint a környezetvédelmi alapismeretek és a környezettechnika, hulladékgazdálkodás, ökológia, biológia részleteket átöleli a verseny. Itt arra kell gondolni, hogy mint maga a környezetvédelmi fogalma, ugye egy emberi tevékenység, amely intézményesített, és ugye arra hivatott, hogy a jelenlegi állapotokat őrizzük meg a környezetvédelemből, illetve az okozott károkat, amelyeket általában az ember okozott, hogy megszűnt ez a természetes körforgás, hiszen beleavatkoztunk mi emberek, ezeket helyreállítsa, valamint megóvja, ugye. Ez a prioritás egyébként, hogy megelőzni a környezetszennyezést. Ezen belül vannak ezek a területek, ugye hulladékgazdálkodás, talajvédelem, vízminőségvédelem, és ugye ezeket a témaköröket járjuk át. Kezdve itt a környezettechnika tantárgynak az önelemeivel, mint a víztisztítás, szennyvíztisztítás. Magyarázta az oktató, akitől megtudtuk, hogy tanítványával kísérleteket is végeznek. Ugye nekünk van egy nagyon szuper laborunk, nagyon szuperul felszerelt laborunk itt az iskolában. Gyakorlatilag nagyon, nagyon magas színvonalon tudjuk végezni a vizsgálatokat. Nyilván nem akkreditált ez a vizsgálat, de a környezeti elemeket, mint például egy vízmintát meg tudunk oda-vissza vizsgálni különböző szennyező komponensekre, illetve mi ezt előnyben is részesítjük, hogy gyakorlatok alkalmával, illetve a nyári összefüggő gyakorlatok alkalmával kint vagyunk terepen, itt a hulladékkezelő létesítményekben, amelyek vannak a városban, illetve a környéken, környező szennyvíz, tisztító telepeken, tehát gyakorlatias képzésünk van itt. A versenyen szépen szereplő Karucka Adrien számára egyfajta családi kötelesség is volt ezen a versenyen indulni. Azért választottam ezt a versenyt, mert igazából a nagypapámhoz is kötődik, aki a kutatóintézetben volt intézményvezető, hogyha jól tudom, és emiatt a környezetvédelmet nagyon kedvelem, és már egyszer szerettem volna elmenni versenyre, és tanár úr megkért, hogy menjek el. Írásbeli az nehezebb volt, de szóbelibe kicsit szerintem könnyebb lesz, próbálkozok. Az én kedvenc témaköröm a környezet-természetvédelem, ezeket jobban kedvelem, mert ebben tudnak apukámék is segíteni, aki szintén ilyen erdészet is volt, és így ezeket jobban tudom. Amit nem nagyon tudok, az a, hát ez az atomos dolgok, ezek a gamma-sugárzás, meg a sugárzások. De ez az, amit meg kell tanulni, tehát itt nincs mese. Igen, sajnos ez az, amit nem tudok megjegyezni, és próbálkozok vele minél többször, és akkor így talán sikerül. Árulj el a fiatal tehetség, akihez a különböző kísérletek is közel állnak. Mert ugye mamának a laborjában is, mikor dolgoztam, vagy így nyári dolgozásoknál, igen, ezeket szoktam csinálni, és így jobban tudom én is őket. Ugye én nem ebben a szakmában szeretnék tovább menni, hanem művészeti szakmába, Debrecenbe, de ha más nem, akkor apáiknál is ilyesmit csinálnak, és itt szeretnék elhelyezkedni.